Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jön egy újabb warframe karakter, kértétek, ezért jöjjön meg. Jönni fog hamarosan az összes. Valószínűleg be fogom mutatni az összeset, hogyha uh, úgy alakul, nos, de akkor lássuk meg mit tudunk megről, Hát azt tudjuk megről, hogy nagyon ronda. Na, na jó, nem, nem olyan ronda, mert úgy egész jól néz ki, csak a feje, hát a feje az is, iszonyat nagy és ronda, És akár milyen próbálsz hozzá megszerezni attól még nagy és ronda feje lesz. Tehát a sisakok is rondák, úgyhogy meg a félig rondán jól kinéző karakter. Nos, a másik az hogy egy, egy alapkarakter, de annak, aki nem meget választott alapkarakternek, sem lesz nehéz dolga, mert a boss kell legyőzni a marson. És, és a word nevű küldetésen, úgyhogy um, elég könnyű lesz megszerezni. Főleg, hogyha már kim, kimaxolt akármilyen karakterrel és mész, egy jó karddal odavágsz neki kettőt, azt összeesik körülbelül. Uh, úgyhogy um, nem egy vészesen nehez megszerezhető karakter. Ám viszont maga a karakternek a képességei azok uh, egész jól uh, ki vannak találva. Mondhatni, hogy egy aféle support karakter, de a Ultimate képességének köszönhetően azért nincs hiányban a öldöklés sem nála, azt kell mondjam, úgyhogy nem egy, nem egy rossz karakter, egész kezdő karakternek azt hiszem, hogy egész jó, mert, mert el lehet vele jól boldogul, boldogulni, és hogyha a szindikátusból sikerül kihúzni egy úgynevezett greedy pool modot, amit láthattok itt majd a videóba is, uh, akkor egész OP-vá válik, azt kell mondjam, és uh, bizonyos küldetéseken szinte elengedhetetlen lesz, hogy ott legyen egy meg, azért mert egy olyan kényelmi pozíciót teremt elő, ami, ami, ami nagyon hasznos tud lenni, azt kell mondjam. Na de, uh, jöjjenek neki a képességei, gyakorlatilag van az első, és egyben a lett hasznosabb is, hát amit a játékosok használnak a legtöbbet a játékban, és ez a pool nevezetű képesség. Ez 300 fog szebezni fullon kimaxolva, és elég kevés energiát használ el, csak 25-öt, úgyhogy is 25 méteren, tehát egy stretch ezt érdemes kibővíteni, még plusz 30%-ot ráhúzni, és akkor nagyon húzós távolságokból oda tudja húzni magához az ellenfeleket, és miközben oda húzza meg is öli mindezeket egy középszintig, tehát alacsonytól középszintig meg is öli ezeket az ellenfeleket. A másik pedig, hogyha a, például a New Loka nevezető szindikátustól kihúzod a Greedy Pool nevű modot, akkor nem beszélve arról, hogy az ellenfeleket is odahúzza magához és megöli, de minden lootot, amit eldob az ellenfél, azt, azt is odahúzza magához. Úgyhogy a, a gridipult érdemes megszerezni, sőt azt kell mondani, hogy kötelező megszerezni, mert az energiák kihasználásának egy, egy dupla fokozata. Úgyhogy nagyon hasznos egy mod. Úgyhogy például, ha elmentek a nyúlók a szindikátushoz, és elkezditek azt húzni, más szindikátusnál is ott van a gridipul, hogyha elkezditek azt húzni, akkor akkor ki lehet váltani ezt a modot, és nagyon-nagyon-nagyon és nagyon hasznos uh, tud uh, lenni. Nos, meg második képessége az úgynevezett shield Polarize, Ez annyit tesz, hogy így elvonja a, az ellenfeleknek a shieldjét, közben feltölti a a társaknak a sírjét, úgyhogy nem jön ez rosszul azért egy defense mission, ahol a társak nagyjából mindig egy ilyen 25 méteren belül mászkálnak különöttet, és akkor elkezdi nekik feltölteni a síljüket. ez azért jó jön egy szorult helyzetben, nem beszélve arról, hogy, hogy mindennek hatására keletkezik egy aféle robbanó hatás is, ami 14 méteren belül lévő ellenfelet, azt sebesíteni fog gyakorlatilag, attól függ, hogy milyen távol van, annál -e magasabb, minél közel van, annál -e, magasabb mértékben fogja sebezni. Ez például nem rossz egy infested ellen, mert ők közel jönnek tulajdonképpen. A, dolog lényege, hogy ez hasznosnak látszik, de valahogy annyira mégse látni a igazi hasznát. Főleg azért nem, mert a legtöbb gamer a pult használja, és csak a pult használja, és, és valahogy így uh, kimarad a fantáziájukból az, hogy használják megnek azt a képességét is, amikor szorult a helyzet, hogy használnak mást is, mint a pult. Én is sokszor azon kapom magam, hogy körbevök véve egy csomó ellenfélel, de meg akkor is csak a pult, 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 mert megold mindent valahogy, de alapvetően egy, 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 jó képesség, hogyha egy olyan játékos vagy, aki szeret vigyázni a, a környezetére, szeret vigyázni a társainak a épségére, akkor, akkor valószínűleg eszedbe jut használni ezt a képességet. A Bullet Attractor az a harmadik képesség, Elvonja a golyókat, az fölrobban, az kész, 300-as sebez, és ezt meg kétszerezi maxon, tehát körülbelül 600 és 1000, közül is, 1000 uh, uh, köré is uh, tud sebezni. Ez is egy támadó képesség, ám valahogy uh, ez se az igazi. Tehát gyakorlatilag azt csinálja, hogy uh, egyetlen egy uh, uh, ellenfelet magnetizál, az elvon mindent, minden lövést, ami a környéken van gyakorlatilag, ez, ez például magasabb szinten az anya elműködő. Magnetizálsz egy ellenfelet, de a nagyon távoliak, hát még végül is ők is, ő is halt, a nagyon magas ellenfelek lehet, hogy még meg tudnak lőni, szóval nem egy full elmenekülős valami, de azért hasznos bekapcsolni és gyorsan elhúzni onnan a francban. Na most ennek a bullet attractornak van egy a robbalási rádiusz is, ami 15 méter sajnos csak, de a stretch az, az azért sok mindent megold, azt kell hogy mondjam, és, és, ez is felerősíti a robbalást, 300-as sebez fullon, és van neki egy kétszeres szorzója. Úgyhogy nem vészesen rossz, de megint csak mi, amíg ott van a pull, az ilyen helyzetekben, hogy a pull az annyira elrántja az ellenfelet, hogy elesnek, ha nem is hallnak bele, és addig bőven el tudsz bőven el Tehát egyszerűen valahogy az első képességével küldték a, a, harm, a másodikat és a harmadikat. Sőt, időnként a negyediket is. Ugyan, ugyanis a negyedik az úgynevezett crash, ez annyit csinál, hogy ez, ez ezre sebez fullan, ez annyit csinál, hogy fölemeli az ellenfelet, és így összezúzza a csontokat benne, és akkor így mindenki meghal. Na ez, ez egy egész hasznos ultimate, ultimate azt kell mondjam. Ez azért eszembe jött, amikor már túl sokan jönnek uh, körülöttem, és a pool már nem nagyon akar működni. Akkor eszembe jött, hogy legalább ezt eljátszana. A probléma az, hogy amire ez eszedbe jött, amire a pool már a féle haszna vehetetlenné válik, tehát annyira már nem működik, Uh, ahogy kéne, amire ez eszedbe jut, addigra a crash is már le lesz, mivel ez egy olyan magas szinten fog történni, tehát például ott vagy a void és már bent vagy fél órája egy um, egy ilyen Survivor ön és érzed, hogy a pull hát már nem nagyon húzogatja el az ellenfeleket, na akkor hú, uh, most megmenekülünk, jön a krás, és akkor azon csodálkozó, hogy miért nem halnak meg az ellenfelek. Ja, hogy már túl magas szintűek. Szóval egy, a meg egy nagyon jó karakter, ebből adódóan egy alacsonytól középszinten, és középszintig, a középszint alatt azt értem, hogy max 25. 25 szintű karakterekig, mindegy, hogy, hogy Grinier-től Korpuszon át, vagy Voidon keresztül, Korruptedig, úgyhogy nem, nem egy rossz karakter, jó kezdő karakter, mert megmutatja a Warframe-ben rejlő uh, lehetőségeket, és akinek eszébe jut, mert, mert akinek nem lesz meg a gridi Pool, és nem szokik rá erre a greedy Poolra, az ki fogja használni megnek a uh, a képességét, és elégedett lesz vele. De amint megszerzi a gridi Poolt, rájön, hogy, hogy hú, de rohadt, hasznos ez a képesség, és hú, de jó, hogy mindent uh, odahúz, és, és a többi, és a többi. Nos. Uh, amit uh, el akartam még mondani, ja, meghez annyit, hogy érdemes egy jó kardot uh, rakni, mert uh, közepes shield, közepes élet, uh, alacsony armor azért um, érdemes hozzá, csak 65-es armornél van, tehát és érdemes hozzá tehát valami jó fegyvert rakni, adni a kezébe, amivel jól lehet lőni, gyorsan öl, egy jó kardot, amivel jól lehet kardozni, ha szorult a helyzet, már nem működik valamelyik képesség, akkor gyorsan le tudja mészárolni a környéken lévőket, ha szükséges. Ha szükséges, úgyhogy arra ügyeljetek, hogyha meggelmentek, és használjátok a pool-t, vagy a képességeit, és már kifuttok, ugye, mert, mert a Grinier a korpusz, ezek távolról még lövöldözni fog, fog rátok, közben elsütitek az úcitokat, vagy használtok a Gridipult, és ugye az, a gridi használtak közben megállsz egy helyben, Úgyhogy, és, és húzogatod ott a lootot magadhoz, és közben teljes mértékben sebezhető vagy, úgyhogy, ha csapatban vagy, megre érdemes vigyázni, mert kincs azzal, hogy odahúz mindent magához, kincs, mindig lesz energia, minden lootot megkapsz, minden életet megkapsz, ami ott van. Szóval, ha megvan egy csapatban, vigyázz rá, főleg, ha van neki egy pool nevű uh, perkje, azt ugye észreveszed, hogy minden loot ott lesz körülötte. Uh, úgyhogy meget szeretjük, meg nem is legalábbis ez, ez személyes változat. Én most szerettem meg nagyon, hogy megszereztem rá a gridi pult, és, és nagyon hasznosá vált ebből a szempontból, nagyon kényelmessé vált, és, a, és, és emiatt többször szeretem használni meget, mert, mert a csapatnak egy has, igazán hasznos tagja, mert mint mondtam, egy, mondjuk egy 25-ös szint fölött már nem hasznos tagja, és többet kell rá vigyázni, mint hogy, mint hogy önmagába elboldogul. Ezért is fontos, hogy egy jó fegyver, jól modolt fegyver és egy jól modolt kard uh, legyen nála, és akkor meg egészen uh, hasznos lesz magasabb szinteken is. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!